Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen. Kedves testvéreim, március 15-e hétfő van, nemzeti ünnepnapunk. A mai napon az evangélium Szent János könyvéből a 4. fejezet 43. mondatától az 54. mondatig. Egy alkalommal Jézus Szamáriából Galileába ment. Jó lehet, maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazában, mégis midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a Galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta. Élt Kafarnaumban egy király tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, elment hozzá és kérte, jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt. Jézus ezt mondta, ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A király tisztviselő azonban így szólt, Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam. Jézus erre azt felelte, menj csak, fiad él. Hitt az ember Jézus szavának és elment. Még útban volt hazafele, amikor eléje futottak szolgá, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük, melyik órában lett jobban? Ezt mondták, tegnap déltájban hagyta el láz. Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus, fiad él. Erre hitt ő maga, s vele egész háza népe. Ez volt Jézus másik csodája, amelyet Judeából Galileába jövet művelt az ünnepek után. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Kedves testvéreim, igazán ezek evangélium két részből áll. Az első, ami igazán izgalmas számunkra, hogy visszatér Jézus Galileába, látták mindazt, amit Jézus ünnepek alkalmával cselekedett. A másik rész maga ez a csodatétel, mire is hív az Isten. Érdekes a történet, mert Jézus tényleg visszatért Galileába, és ő maga mondta, hogy nincs becsülete saját hazájában. Érdekes a történet, mert Jézus egy másik helyen ugye két olyan példázatot mond az özvegyasszonyról és a szírei Námánról, amelyik a zsidókat fölböztette. Két olyan példát, amik egy özvegyasszony, másik pedig egy pogány, amik számunkra teljesen elfogadhatatlan, avval tett jót az Isten. És ők, mert megmondhatnám, lekezeli. Drámai történések, és ezek után mégiscsak az van, látták, amit Jézus cselekedett, és ez alapján mondhatnám, visszahívják. Mire hív az Isten? Jézus nagyon sokszor beleütközik a tömegbe, beleütközik a hallgatóságba, csodaváró tömeg. Nem láttok, ha nem hallottok csodákat, nem hisztek. Jézus nagyon sokszor beleütközik az emberbe, és valójában az a csoda, amit hallunk, pont ennek az ellentetje. A történet magva az valamiképpen a hit ajándékáról szól, amit elfogadunk és befogadunk, és merünk ebben a hitben, szeretetben élni. Egyik oldal ez a csodaváró tömeg. A másik oldal ez a példázat, amely a király tisztviselője a fiatalnak a megbetegedése. Mindenképp egy előkelő emberről van szó, magasrangú ember, fia megbetegedett. Egy szülő számára a gyermek betegsége, esetleg halála, az drámai történés. És ebben mindenképp megint ott van valamiképpen Jézus történetének egyfajta folytatás, rámutatás Jézusra, aki majd miértünk meghal. Fia megbetegedett. Drámai történés, és persze egy szülő számára az, hogy gyermeke beteg, mindent megtesz érte, hogy meggyógyuljon. Elment hozzá. Kérte, jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. Egy előkelő embernek Jézustól valamit is kérni, ez valamiképpen egyfajta megaláztatás. Lehajol Jézushoz, ő, aki hatalmában van. A történetnek a magvában a tisztviselők a hite áll. Halálán volt már a gyermek. A történet szerint Jézus maga mondja, menj csak, fiad él.
fordulat áll be, mert Jézus meggyógyítja ezt a gyermeket, és visszaadja az emberek valójában a hitét, azt a belévetett hitet, amiben Mustár Magni is. Egyfajta belső meggyőződés, hogy Jézus lesz az, aki majd nekünk segíthet. Hit az ember fia Jézusra is elment. A történetben mindenképp a hit ajándékáról van szó, és arról, hogy ebből a hittel mi magunk mit kezdünk, olyában törekszünk-e Jézus felé, elfogadjuk-e őt életünkbe, befogadjuk-e őt az életünkbe, és ennek fényében akár el is indulunk feléje, melyik órában lett jobban, tegnap déltájba. Visszaemlékezett, mikor mondta neki Jézus mindez, fiad él. Izgalmas a történet, és érdekes, ahogy az Isten mondhatnám, megajándékozza ezt az embert a gyermek egészségével. Erre hitő maga, s vele egész háza népe. Akkor, amikor Jézus csodákat tesz, maguk a csodák alapvetően arra adnak lehetőséget, hogy az illető hitét megerősítse. De itt a történetnek az egész lényegében ott van az, hogy nem csak ő maga, de egész háza népe is vele együtt hitt. Ennek a történetnek az igazi csodája az, ahogy ez az ember maga hitével, remélye szeretetével egész háza népét megtéríti. Izgalmas egy történet, és valójában az embert elgondolkodtatja, hogy valójában mi hogy is vagyunk ezekkel a dolgokkal. Akkor, amikor nehézségek vannak, kihez és mihez fordulunk? Persze elmegyünk az orvoshoz, elmegyünk a másikhoz, hogy segítsen bármifajta betegség kapcsán. De igazán hitben, reményben, szeretetben visszük-e Istenre Jézus elé ügyünket? Imádkozom a másikért. Ez a kitartó ima, ez ikart kitartó hit, ami ebben az emberben is ott van, megérdemelte gyümölcsét, megkapta ajándékát, visszakapta gyermekét. Erre hittő maga is vele egész háznépe. Mire hív az Isten, mire tanít? Nagybőti időszakban vagyunk, és lassanként itt van húsvét ünnepe. És a történetben ilyenkor felvetjük az emberben a kérdés, hogy mennyiben gazdagítja a mi húsvéti hitünket ez a történet. És valójában a történet alapvető síkján túl van egy másik sír a húsvéti üzenetben, fiad él. Akkor, amikor mi a nagy hetet szemléljük Jézus kínszenvedését, a világ úgy láttatja Jézus történetét, mint a kínhalált, mint olyan valakit, aki legyőzettetett. Fiad él. Húsvét a vasárnappal telik be mindez, és ott lesz teljessé, akkor, amikor ő maga feltámad. A jelenésekben, akkor, amikor megjelenik az asszonyoknak, a tanítványoknak. Az, hogy a fiad él, ennek az üzenete, itt nem csak önmagá a kafornói tisztviselők szól, ez nekünk szól. Egyházfiaknak, egyháziaknak, hívőknek, akkor, amikor mi Krisztusra tekintünk. Fia él bennünk, az egyházban, akik hitben, reményben, szeretetben meggyógyultunk, akik olyában őt követjük. Mit is kívánhatnék így nagybőti időszakban, mint hogy tényleg hitünkben, reményben, szeretetben föltámadjunk. Nagyon Isten, hogy számunkra Krisztus üzenete valóban örömhír legyen. Nagyon jó, a föltámadás hitével, reményel, szeretetével, örömével maga a feltámadt Krisztusról tudjunk majd tanúságot tenni. Nagyon jó Isten, hogy tényleg másokat is meg tudjunk hívni az egytest közösségbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen.